újabb állomásához érkezett november 20-án és 21-én a Pünkösdi Cigány Misszió és a Prepare International nemzetközi keresztény szervezet szeminárium sorozata, amelynek kiemelt célja egy olyan újfajta szemléletmód kialakítása, amely elősegíti a gyülekezetek számának növekedését, hatékonyabb működését. A szeminárium előadója ezúttal Lengyelországból érkezett, és hosszú évtizedek tapasztalatait tudta megosztani a hallgatókkal. A mai témánk az Isten királysága, ami tulajdonképpen az én saját témám is. Ezzel a témával foglalkozom most már évek óta, ezért imádkozom, ezt tanulmányozom a Szentírásban. Úgy gondolom, hogy az Isten királyságának a témája az nem egy a többi téma között, hanem ez az a téma, amely az összes többit is lefedi. Ahogy említettem is az előadásom alatt, én ezt úgy képzelem el, mint a kirakós játéknak a dobozát. Szóval, hogyha ebben a dobozban van 5000 kis kirakós játék kocka, akkor tudjuk csak a nagy képet összeállítani, hogyha látjuk magát a dobozon a képet. Én így szoktam ábrázolni Isten királyságát. Tehát, ahogy mondtam, ez nem pusztán egy darab téma, hanem ez maga a téma. Ezt látjuk végigvonulni a Szentíráson, látjuk tehát ezt az Ószövetségben, az Újszövetségben, és azt is látjuk, hogy Jézus ezt emelte ki a saját tanításaink között. Ezt a fajta királyság perspektívát elveszítettük sajnos a történelem során. Az utolsó időkkel kapcsolatban mondja azt Jézus, hogy az utolsó időkben ez a királyság lesz hirdettetve mindenki számára tanúbizonyságul, és akkor jön el a vég. Úgy érzem, hogy most jött el annak az ideje a történelemben, amikor Isten királyságának a visszaállítási üzenetéről beszélünk, és arról, hogy ez újra működjön. A nemzetközi szervezet közreműködésével 2025. februárjáig további szemináriumokra is sor kerül majd. A folyamatos képzésekre kiemelt figyelmet fordít a Pünkösdi Cigány Misszió vezetése.